Akkor, ahogy tegnap befejeztük, és amiket beszéltünk, nézd meg, milyen gyönyörűen illeszkedik rá, ahol ma felnyitottam. Tökéletesen. Eleinte az ego a formával azonosul. Honnan tudja ezt az ego? Onnan, hogy felismerés által felismer valamit, és rögzíti a formát. Rá fogsz jönni, hogy semmilyen én nincs, ugye, Attila, Krisztián, semmilyen én, aki te vagy, aki gondolkodna. Nem az Attila gondolkozik, nem az Iván gondolkozik. Nem a Henny gondolkozik. Csak a megfigyelő tapasztaló létezik, ahogy a meditációban is megfigyeltük, tapasztaltuk most délután, a kaja után, hogy mi van bennünk, milyen gondolat jön, tompul-e tamasszerűen a mind, rajasztikus lesz, jobbra-balra megy, milyen érzelem van bennem, hogy sikerül ezt figyeljem, mi történik. Ami a rendszerben volt, ami a jelenben volt, ezt onnan tudtuk kezelni, hogy valami észreveszi. Ez a megfigyelő tapasztaló létezik csak. Nem te akartál, te most úgy irányítottad az elmét, hogy most elfárad. Te most, amikor ezt csináltad, nem irányítottad direkt erre, nem irányítottad azt, hogy direkt dühös legyél, nem irányított, történik veled. Addig automata és addig történik, amíg ez a megfigyelő, ami rálát, nem észleli, hogy hopp, mi van. Onnan tudja, észreveszi, és elkezdi tanulni, kezelni, mit lehet ezzel utána csinálni. Csak a megfigyelő tapasztaló létezik. Ha meditáció vagy kontempláció, magyarul szemlélődés, amit olvastunk Patanjali Yoga Sutráiban ma, kontempláció, megfigyelés, meditáció, ugyanazt mondja, ha eközben a mezőre összpontosítasz, a mező, a tér, azt fogod észrevenni, hogy ez a tanú, ami figyel, önműködő. Az első dolog, amit észreveszel a tudattal kapcsolatban, hogy automatikus. Ennek a tudatnak a világosabbá, az ébren léte automatikus. A megfigyelő, a tudatosságon keresztül szemlélőként vagy tapasztalóként nyilvánul meg. Így jutsz el ennek a képességnek a forrásához. Mi van hátul, mi van mögötte? Így jutsz el ennek a forrásához visszafelé, és rájössz, hogy ez egy személytelen képesség. Mindegyikünknek van, ha ráébred, ha már ott tart az ébredésben, ez a megfigyelő, ez aki néz, ez aki jelen van. Ez, ami tegnap beszéltünk, ez mikor született meg, ez hány éves, ez mikor jött, ez van. Ez nem jött, ez nem megy el, ez van, vagy nincs, ez felébredt, ez lát már, vagy nem. Ez, ha jelenként van és meg tud figyelni, akkor ott van. Ha becsúszik vissza a személyiségbe, a jelenbe, a személyiségbe, az énbe, akkor elveszti ennek a képességét. Ha úgy tudsz mozogni, hogy közben ezt az egészet észleled, és van egy tér, ami figyeli, akkor még mindig jelen van. Rájössz, hogy ez az én, ez a, ami figyel. Nem is jó szó annyira, hogy én, ez a figyelő.
végül is, ami a lényeged, ami által te figyelsz, itt azt mondom, én, ami által én észreveszem, ami ez az én, ami észreveszi, folyamatosan rájössz, hogy ez egy személytelen valami. Nincs semmiféle személyes én, aki így van, szabad akaratból, aki úgy dönt, hogy na, akkor én most tudatos leszek. Ez a megfigyelés magától történik. Az ébredés magától történik. Ha eljön az idő, tegnap olvastuk, körülmények összeállnak, megszületik belőle. Ezért egy életen belül bárki elérheti a megvilágosodást. Nem így megy, nem tudod ezt így kitalálni. Nem a te döntésed, a személyes én döntése. Ennek a ez sem döntés, vagy van, vagy nincs. És erre mondjuk, hogy jobb szó hiány, hogy egy isteni kegyelem. Vagy történik, vagy nem. Elveted a búzát, valamelyik magasan, valamelyik nem, melyik az első, melyik egyáltalán nem, ki. Ott most miért olyan a hullám, itt miért nem, miért arra megy, miért nem egy picit 4 fokkal arra. Miért, mert onnan fúj a szél, de miért onnan fúj, miért az egész, miért? Működik, megy. Nem személyes. A megfigyelés magától történik. Nincs semmilyen személyes én, ami úgy döntött volna, hogy ő tudatos legyen. Meditáció közben kihátrálsz a meditáció tartalmával, ami a meditáció tartalma, kihátrálsz az ezzel való azonosulásból. Ez vagyok, ezt csináltam, ez... Ez egy hamis történet. Rájössz, hogy ami vagy, az pont, hogy csak a tanúja a gondolatoknak. Most lehet, hogy jobban visszamentél már a személyiségbe, az egóba, hogy ez nem mindig figyel, nem mindig tudod megfigyelni. De ha most is meditációban lennénk és figyelnénk, észrevennéd ugyanúgy, mint ott észrevetted. Nyitott szemmel is ezeket észre lehet venni. Azért néha nyitott szemmel meditálunk, hogy figyelj, azért mondom, hogy tartsd meg a meditációdat, hogy mi van, mi történik, mi jött benned. Rájössz, hogy ami valójában vagy, az csak a tanúja a gondolatoknak, tanúja az érzéseknek, tanúja a teljes panorámának. Minden más, én ezt fantazmagóriának nevezem, minden mást, mondja ő. Aki meditált már életében, az mind tudja, hogy az a sok minden, ami átmegy az elmén, csak efféle fantazmagória, emlékek, ugye? Följöttek emlékek. Nem te akartál direkt gondolni rá. Feljött, és eszembe jutott, eszembe jutott. Emlékek, gondolatok, fantáziák, képzelődések. Rájössz, hogy te, ha te ezt meg tudod figyelni, te ez az önműködő tanú vagy. Nem jelentkeztél önként, hogy te ez a tanú legyél. Nem csináltál te ezért semmit. Egyszerűen az vagy. Ha ráébredtél ennek lenni. Amíg nem ébredtél rá ennek lenni, akkor azt mondjuk, hogy ő még alvó. Ő még az, ő még, és megy az emberi. Semmi értelme, tehát magadnak tulajdonítod ezért az érdemet, hogy te felébredett vagy, vagy ébredő vagy, vagy történik, vagy nem történik. Aki ebből egót szül, hogy én már milyen vagyok, ott rögtön, azonnal téved. Nem biztos, hogy annyira rálát erre. Mert ha rálátna, tudja, hogy én ezért nem csináltam semmit. Hála is, ez egy jó dolog, ez egy csoda, de jó, hogy itt tartok. De nem csináltál érte semmit. Van, aki többet gyakorol és nem ér el soha, van, aki nem gyakorol és így születik. Tudatszint különbsége. A tudat automatikus, semmi értelme magad tulajdonítanod ezért az érdemet, sem annak, hogy szégyenkez miatta. Há, jó, én még nem tartok ott, te még nem észleled ezt? Jó, ezek az emberek, bizonyos emberek még alszanak, hogy most miért bántod ők? Nem kell, ez nem bántás, ez tény. Nem kell szégyenkez miatta. És nem érdem, ha már látsz. Van. Vagy nincs. A tudat automatikusan, a tudat, ami figyel, ez automatikusan tudatos. Csak nem biztos, hogy te a személlyel való azonosulásból fölébredtél erre, és megérezted ezt az ízt különböző gyakorlatok során, vagy bármi során. De a tudat az automatikusan tudatos.
mivel ilyen a természete. Amikor azt mondják, hogy a víz folyékony, a tűz meleg, a tenger vizes. Nem, a tenger nem jó vagy rossz, az olyan, amilyen. A tamasztikus elme, az ébredetlen ember, a nem tudatos elme olyan. Na jó, de most miért ítélkezem? Olyan. A tudat, az meg tudatos. Személytelen, ilyen a minősége. Ő tudatos. A tudat automatikusan tudatos, mivel ilyen a természete, és mindez személytelen. Karmikus örökséged része, hogy tudatos vagy-e. Magyarul karmád van ezzel, hogy te itt tartasz, hogy ide jöttél, hogy itt vagyunk most együtt ezen az elvonuláson, és hogy te ezt érted és vállalod, és már tartasz itt. Te így, mint mondanám a neveiteket, nem csináltál érte nagyon semmit. Ha azt mondod, de csináltam, mert elmentem egy elvonulásra, meg meditálok, és azt ki motiválta? Azt is egyszer csak azt érzed, hú, ezt szeretném. Valaki meg nem érzi. Azt kiadta neked, hogy hú, ezt szeretnéd. Magyarul, hogy neked már van ezzel dolgod. Történt. Személytelen. Karmikus örökséged része. Hála Istennek. Így legyen. Elkezdünk a tanúval, a megfigyelővel, majd ezzel a tudattal azonosulni. Ezután pedig már nem azonosulunk személyként. A személy az az ember, amit te vagy. Amit azt hiszel, meg így élünk. Az a személy. Személyként ezek után már nem azonosulunk a tudattal, hanem a megnyilvánultat. Ez egy megnyilvánult. Minden, ami van, az megnyilvánult. Minden, ami még nincs, az megnyilvánulatlan. Még nem nyilvánult meg semmilyen formában. Ezután a megnyilvánultat is meghaladva, ezt is meghaladva rájövünk, hogy a legfelsőbb minden formán és minden megnyilvánulón is felülláll. Ezért az isteni a forma a formátlan, megnyilvánulatlan. Az isteni a formátlan tölt meg minden formát, minden megnyilvánultat. Ezért az isteni a formátlan, a meg nem nyilvánult, nyilvánul meg általad, a formák által. Ezért isteni vagy, minden isteni. Így minden szent. A gyönyörű virágtól a kutyaszarig. Mert mindenbe az van benne. Mindenben. A gyilkostól a szentig. Csak minden olyan formában nyilvánul meg, ami a gyilkos tökéletes gyilkos. Ő gyilkos. Tökéletes. Ha nem olyan lenne, akkor már nem lenne gyilkos. Annak tökéletes. A tudat tökéletesen tudatos. Ilyen a természet. A gyilkosnak olyan a természete. A lótusznak olyan a természete. Csak mi emberi lények azt mondjuk, hogy az ne. Mert kétpólusú. De az egész egy. Az egész szent, semmi nincs, ami nem szent, mert mindent ez a megnyilvánulatlan tölt meg formaként. És amikor egy ember meghal, elmegy belőle a megnyilvánulatlan, az élet, és a forma összeesik, megszűnik formává lenni, belemegy földbe, és más formát vesz fel által az élet, és jön egy tölgyfa. Így minden változó. De ami megtölti a lényeg, az örök, az nem tud elmenni sehova. Az energia nem vész el, csak átalakul. Jöttek rá a fizikusok, így, ó, de a lényeg, amit a meditáció már rá lehet észlelni, tapasztalni, ugyanaz. Az a hajlandóság, hogy Istennel szembeni alázatból, az ővene szembeni alázatból lemondjunk az álláspontunkról, hogy én tudom, hogy ez így van, hogy én tapasztaltam, bármilyen álláspontról, hogy ez jó, nem nekem ez a jó, neked az kéne, ne, ez egy álláspont, hogy lemondj az Isten felé, Istennel szembeni alázatból, az azt jelenti, ha ezt megtudod,
hogy készek vagyunk elfogadni annak a lehetőségét, hogy az ember eredendően ártatlan, és hogy mélységes tudatlansága miatt szenved, és hogy az egyetlen kiút a szenvedésből az, ha ezt a tudatlanságot meghaladva eljut a spirituális igazsághoz. Az egyetlen igazsághoz, ami van, amiről, ami az egész. Amire rá tudsz jönni, hogy ó, hogy van a világ. Én minél inkább jössz, hogy van a világ, növekszik a tudatszint. Illetve ahhoz, hogy rágyere, magas tudatszinten kell legyél. Illetve ha rájössz, hogy van, mit te, hogy látod a világot, nyilvánulj meg, hogy szerinted milyen a világ, és abból kirívik, hogy te hol tartasz, milyen a tudatossági szinted, mennyire látsz rá, és tapasztalod azt, ami van. És akkor mondják, hogy na jó, hát szubjektív, mert te így látod, én meg ugyan ne veszek együtt. Szubjektív, de van egy így szubjektív, horizontálisan, vertikálisan nem szubjektív. Mert a hangya azt látja, hogy itt nincs semmi, itt vagyunk, itt, mi meg rálátunk, hogy hát te egy tengerparton vagy, de te azt nem látod, egyébként víz az a neve, emberek, ez egy bolygó, ez egy föld, mindegy, te meg ott így, neked ez a területed. Jó, hát te így gondolod, mondja a hangya, te így gondolod, én meg így gondolom, maradjunk ennyiben. És azt mondod, hogy jó, mindegy, végül is igaz, egy vélemény, vélemény, de te látod, hogy látod, ő meg látod, hogy ő nem látja, de mindegy. Jó, akkor ennyi, ennyi, mindegy. Hogy most egy tudatlan, nem tudom, ember is mond valamit, hogy szerinte miért fontos megbocsájtani, mi a élet lényege, meg az Eckhart Tolle, vagy a Dalai Láma, vagy Jézus, vagy bárki is mond valamit. És akkor valaki azt mondja, jó, most ne veszekedjünk, hát most már, hogyha olyan bölcs vagy, akkor tudod, hogy én így gondolom, ez az én igazam, az a tiéd, hát most kinek van igazad, nem tudjuk eldönteni. De így gondolom, én meg így, tartsuk egymást tiszteletben. És azt mondja, hogy jó, de ő látja, hogy látja, de honnan tudja, hogy az ő? Az a példa, hogy te látod, hogy a hangján, hogy ő látod. Látod, hogy ő nem lát valamit, amit te pontosan észlelsz. És azt mondod, ja. Tehát horizontálisan igaza van. Mindenkinek van egy véleménye. De vertikálisan valaki többet lát rá az egész dologra. Ez a spirituális igazság, ami felé közeledünk. Ez egy abszolút valami. Így válunk a spirituális igazság tanulmányozóivá a magánéletünkben. Figyeljük. Idővel pedig a szakmai életünkben is. Az orvostudomány, a pszichiátria, az emberi szenvedés enyhítését szolgálja. Én egyébként ezért választottam a pszichoanalízis szakterületét, írja a szerző. A fentiek mindegyike azt a képességet hivatott fejleszteni, hogy az emberi szenvedést és annak valamennyi formáját enyhíteni tudjuk, akár a pszichofarmakológia, tehát gyógyszerek, akár a tudattalan konfliktusok megértése révén tudjuk enyhíteni a szenvedést. Ha az ember elhivatottan erre törekszik, akkor végül a spirituális igazsághoz és a spirituális programokhoz jut el, mert számos emberi dilemma esetén már nincs más választása. Muszáj vagy ébredni. Nincs más választás. Nem tudsz hova menni. Mint ahogyan egy szeretett személy halála esetén sincs tulajdonképpen semmi más lehetőségünk, mint rábízni magunkat végül is erre az egészre, életre, Istenre, Isten akaratára. Megőrülhetsz, bekattanhatsz, sírhatsz, akkor is ez van. Tehát végső soron csak rábízni tudod, hogy legyen meg a te akaratod. Akkor ezek szerint ő tudja. És ő tudja. Tudva azt, hogy végül a spirituális igazság minden fájdalomra gyógyír lesz. Hogy mindezen hogyan tudunk felülkerekedni? Hogyan? Az ugyancsak az alázathoz kapcsolódik. Ezért a legrosszabb az arrogancia, bár ezen az úton. Hogy ő már tudja, meg. Akkor off. Ez egy ilyen emberi, személyes, egós arrogancia. Ennél nem ehhez kell alázat, ennél sokkal mélyebb alázat kell. Majd mindjárt látjuk, hogy milyen fajta. Az a hajlandóság, hogy hajlandóak legyünk elszakadni attól, hogy mi hogy látjuk a dolgokat, és nem az, hogy tehát te látod valahogy, és nem az a hajlandóság, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy te hogy látod, a másik ember. Az egy dolog.
hajlandók elszakadjunk, hogy mi hogyan látjuk a dolgokat, és teret engedjük az egyetlen végső spirituális igazságnak. Tehát nem te, hanem ami van. Hogy azt, hogy mi van, azt figyelni, amely magától tárul fel. Az emberek nem tudják, most figyelj, amikor elcsendesedünk, mér a mauna, amikor elcsendesedünk, akkor ebből a csendből teljesen váratlanul születik meg a felismerés. Bizonyos dolgokra. Nem ebből a 3-4 napból, de ebből a 3-4 napból is már lehet. Megfigyeld előtte, hogy ellenálltál, hogy nem, hogy adod meg magad, mi történt? Tehát sok mindenre rájössz a csendben. A csendben van Isten. A csendben találod meg Istent, amit tegnap mondtam. Az ugyanaz, hogy a csendből teljesen váratlanul születik meg a felismerés. Az ugyanaz. Mit mond? Az emberek nem tudják, hogy amikor elcsendesedünk. Tehát ezért nem is csendesedünk el, meg nem is tudom, miért, és akkor miért. Nézni kell. Nem az a spirituális elvon, hogy mindenfélét tanulunk, hanem az, hogy például csendesedjünk el. Nagyon csendesedjünk, picit. Nem csicit, nagyon. Megpróbáljuk kierőszakolni általában, vagy Istentől kikövetelni a választ. Sokszor az ima nem más, mint követelés nálunk. Megpróbáljuk rákényszeríteni az Istent az imával kérünk. Rákényszeríteni, hogy teljesítse a követeléseket, könyörgünk, stb. Amit imának álcázunk. Hát én imádkoztam ezért, imádkoztam azért, hát imádkoztam amazért, nem. Te rápróbáltad venni Istent, hogy adjon neked egy új autót, hogy jöjjön végre egy szerelem, hogy kapjál meg egy munkát, hogy legyen több pénzed, mert azt hallottad, bármit megteremthetsz. Többen ezt mondták, guruk, kócsok, minden lehet, biztos igazuk van. Ezzel szemben, amikor valóban rábízzuk magunkat Isten akaratára, mi Isten akarata? Ami történik. Ami van. Ezért akard azt, ezért mondják azt, akard azt, ami van. Ez Isten akarata. Nem igaz, hogy meghalt ennyi évesen. Ez akarta. Nem akarhatta ezt. Akkor nincs Isten. Mert nem fér a fejébe. Mert ő elmondja, hogy ha ez van, akkor nincs, ha az mondja, van. Ez egy koncepció. Nem jön rá, nem lát rá arra. Ez ilyen vudu, mint a régen a szokások. Ez babona. Ez valami fajta Isten hit, tudatosság, alacsonyai szinten lévő Isten hit. Valaki kiragasztunk ide, ő lesz Isten. Számkivetett be, azért nem tudom, a Wilson, ő vele beszél, ő Isten. Egy ilyen baba, ami körbe táncolok, ő Isten. Na de mi Isten? Föl van írva az a kérdés nektek. Mi Isten? Mi? És ne próbáld kitalálni, amikor megalászolod, hanem nézd, vajon mi? Mi? Figyelj bele, kérdezd már, mi? Amikor valóban rábízzuk magunkat Isten akaratára, akkor hirtelen elkezdjük másképp látni a dolgokat. És amikor másképp látni, amikor tehát az van, hogy legyen meg a te akaratod. Mondja ő, mondja a buddhista, mondja Jézus. Na ők horizontális szinten, én igazságot, te igazságot, mert ők vertikálisan ott vannak, és ugyanarra jöttek rá. Csak az egyik azt mondja, hogy én vagyok a fiú, és aki azt követi, nem, ő a fiú, mondta, hogy ő a fiú. De nem úgy érti, hanem, hogy én vagyok, minden. Nem, ő a fiú. Ő még így érti. És megöl téged azért, ha nem érted úgy, ahogy ő mondta. Vallási háborúk. Holott, ha megértenéd, hogy én vagyok a fiú, az atya, hogy minden ő. Az én. Én vagyok minden. De én az Iván. Én vagyok a minden, és akkor mindenki a lábamhoz, és én megmondom, és meghallok, hogy mindenki az, hogy az Iván volt. És aki nem ért ezzel egyet, az megölik. Ez nagyon alacsony szintű, mert ő hiába valaki egy avatár idejön és mond valamit,
Ha nem tart azon a szinten, nem értik, amit mond. Csak a szavakat kezdik el érteni. Erre szoktam azt mondani, hogy az Eckhart Tolle mondjuk bejön ilyen lassan, és izébe ilyen mindig mellénybe, és akkor elkezdesz úgy járni el lassan és mellénybe. Mert úgy kell, semmi köze hozzá. Lehet vagány, lehet szép csaj, lehet szép férfi, lehet idős, lehet öreg, lehet diplomás, lehet nem ettől függ. Megszólalsz és kiderül. Megszólalsz, hogy mit érzékelsz és kiderül. Megszólalsz egy tolla előtt, hogy mit érzékelsz és kiderül. Megszólal, ahogy most ezen a László Ervin professzor előtt, és ő fölismeri, hogy ez a színész, akit itt meghívtak, és amikor a László Ervin föláll és elkezd beszélni, nagy tisztelettel vagyok felé, de meghallom, és azt mondom, én is az volt, hogy ezt mondom én is. Mert nem tudsz mást mondani. Egyébként az is hasonló, amit mondtunk, mert a képletünk is hasonló, tehát a szavak hasonlóak lesznek, de hogyha valaki egy ógör, bármilyen kulturális valami, az is ugyanarra mutat rá egy idő után, csak más szavakkal. Ne tévesszenek meg a szavak. Isten akarata, ami történik. Ha erre rá tudod bízni magad, legyen meg a te akaratod, akkor egyszer csak másképp látjuk a dolgokat. És amikor másképp látunk, akkor rájövünk, hogy nem érhet a veszteség. A fájdalom forrása, amitől érzek, az szűnik meg. Ha pedig a fájdalom forrása megszűnik, az azt jelenti, hogy eredete a tudatlanságunkban és szemléletmódunkban keresendő. Hogyha ráébredek valamit, és a fájdalom forrása megszűnik, akkor az azt jelenti, hogy a tudatlanság vagy a tudatosságnál van a fájdalom forrása. Ez hogy? Az Istennek való folyamatos önátadásba. Önátadás. Önátadás. Mit jelent? Engedd meg. Akkor legyen meg a te alázat. Akkor legyen meg. Elvesszük a gyerekedet. Meghal apád. Önátad. Rendben. Legyen meg a te akaratod. Meghal egy fiatal színésznő. Ha így. Így történt, így történt. Nem, ha úgy történt volna, hogy... Ha úgy történt, meg így történt, meg nem tudom. Ha itt most a tenger kiemelkedni, és egy dinoszauruszá válna, itt jön, akkor lennének még dinoszaurusz. De így van. Csak ezt nem tudjuk elfogadni akkor, hogyha számunkra borzasztó dolgok vannak. Ha jó dolgok vannak, akkor van Isten! Nyertem a lottón. Ha nem nyertem, és még meg is halljam, nincs Isten. De most az, amit te szeretnél, akkor van Isten, ha meg nincs, akkor nincs. Azért, ennél csak azért magasabbról kéne nézni ezt az egészet, mi történik. Az Istennek való folyamatás önátadással minden probléma megoldódik, még a nagyon bonyolult és spirituális szempontból roppant nehéz kérdések is. Az új autóért mondott legjobb ima, az az, ha lemondasz az új autó iránti vágyadról. Miért akartál új autót? Mert azt hiszed, hogy a boldogság valami külső dolog. Kényelemben szeretnél lenni. Ha meg lesz az új autón, akkor sikeresnek fogom magam érezni, boldog leszek. Minden vágy, tehát minden vágy. Mindenki másra vágyik. Autóra, vagy egy ilyen házra, vagy mit. Minden vágy azzal a tudatalatti hiedelemrendszerrel függ össze, miszerint annak a beteljesítése, mindenki másra vágyik, de annak a beteljesítése boldoggá tesz. Ezért akarjuk azt. Ám ez mindig a külvilágtól tesz minket függővé. És van egy sorsunk, egy utunk. Tehát nem biztos, amit szeretne, az meg lesz. És ez nincs meg, és ez nincs meg, és ez nincs meg, és még mindig mész arra, és koppansz arra, akkor boldogtalan leszel. Ha az van, hogy te vágysz valami, és ez megvan, és, de akkor megint már vágy, megint állandóan hajtod, és közben azt fogod mondani, hogy bármire vágysz, sikerülni fog. Mert neked sikerül, de lehet, hogy neked az az utad, hogy ezáltal rájössz, hogy hiába kapsz meg mindent, igazából nem leszel boldog. De még ott tartasz, hogy megkapod, és ezért hirdeted, hogy bármi meg lehet. Csak utána elválik tőled a feleséged, a gyerekek nem állnak meg szó, és nem tudod, mi történik. Akkor akarod, hogy ez is sikerül, csak az nem sikerül. És akkor mi lett a minden vágyad sikerül, mert te olyan mágikus lény vagy. Így aztán a boldogságunk mindig sérülékeny, ingatag, állandó félelemben élünk.
Mert ha a boldogság forrása odakint van, és ez nem egy szent szöveg, hanem tényleg ez sajnos fájdalmasan igaz. Hogyha tényleg kint van mindig, ha tényleg kint van mindig, akkor mindig a gyenge és potenciális áldozat szerepét vállaljuk magunkra, hogy most még nincs, vagy nem, de küzdök érte, vagy nem kapom, stb. Ha viszont a boldogság forrása önmagunk belső kiteljesedése, még ezt nem biztos, hogy tudjuk, hogy mi. Még ezt nem biztos, hogy értjük. Pláne elértük. Pláne egyetértünk vele. De mit mond? Hogy az a hajlandóság, hogy Istennel szembeni alázatból lemondjunk a jelenlegi álláspontunkról. Stb. Végül már, ha a boldogság forrásunk a belső kiteljesedése, akkor azt senki nem veheti el tőlünk. Ezért van az, amit már többször beszéltünk, Eckhart Tollét bezárják egy ekorájra. Jó. Kapszbonát. Jó. Nem kapszbonát. Jó. Elvesszük a gyereket. Jó. Nem azért jó, hogy örül neki. Zokog, sír, mint az ember, mint egy ember halálokod, azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. Visszaadjuk. Jó. Mint a zenmester. Az a híres történet, amikor azt mondják, hogy biztos megvan nektek, azt már többször beszéltük, hogy oda mennek egy zenmesterhez, hogy a nagyon elismert zenmester volt, és kiderült, hogy a szomszéd lánynak a szülei berogják náluk az ajtót, hogy halljuk, hogy megdugtad a lányunkat, háltál vele, mindenkinek el fogjuk mondani. És azt mondja, hogy ahogy gondolod, vagy ahogy akarod, vagy valami ez, hogy ám legyen, ám legyen. Tehát, hogy legyen meg, hogy jó. Jó. Kimennek, mindenkinek elmegyek, az egész reputáció lemegy. Hogy legyen meg a te akaratod, ám legyen. Oda jönnek, megszülte a gyerekét, oda hozzák, és itt van a gyerek, nevelt fel egyedül, bám! Elmennek. Jó, ám legyen, ahogy gondolod. Neveli. Neveli, az egész reputáció elmen. És talán kiderült, hogy a szomszéd hentes fiú dugta meg a lányt, oda jönnek. Puff! Mit képzelsz magadról? Nem is te vagy az apa, nem is mondtad. Jó, igen. Ha igen, nem legyen. Úgyhogy add ide azt a gyereket, akit már neveltél 6-7-8 évig. Ám legyen. Add ide. Ám legyen. Igen. Ám legyen. Ez hogy tudja ezt így megcsinálni ez a szerzetes? Hogy minden, ami jön, az azt mondja, hogy rendben. Amit Jézus mond, csak ezen legyen meg a te akaratod. Ha elmegy ez a nő mellőlem, menjen. Ha jön, ami jön, azt fogadjátok, ugyanaz a mondás. Ami megy, azt engedjétek. Jön a gyerek, ez a tiéd, de nem ellenkezem, nem az... Jó. Elvezem, nem is... Jó. Jön az élet. Jó. Elviszem az életét a valakiért. Jó. Egy híres ember. Jó. Egy saját gyereket. Jó. Nem azért jó, mert hogy jó, pont ezt akartam, hanem meghajtom a fejem alázattal, ha ez adja az élet. Mert nem tudok másra, vagy beszenvedek. Folyok az élettel, legfelsőbbel, táncolok együtt, az élet táncával, azt akarom, amit ő akar velem. Tehát, ha ez a boldogság forrása, belső kiteljedése és együttmenés, akkor ezt senki nem veheti el tőlünk. Ezért bármit megcsinálhatna felünk. Végül már a fizikai életünk vagy halálunk is egészen lényegtelenné válik ekkor. Sokszor szembenézünk a halállal, és ha mennünk kell, elmegyünk. Ha nem kell, akkor maradunk. Nem nagy ügy, mondja. Amikor valamilyen vágy gyötör, akkor szenvedésre rendezkedünk be. Ha viszont hajlandóak vagyunk mindent az égre, az életre bízni. Minden. Legyen, ahogy te akarod. Akkor bármi történjék is, készek vagyunk mindenről lemondani, akár az életünkről is. Így aztán megoldódik a probléma, tehát így aztán, itt van a kulcsak a legalájában, így aztán megoldódik a probléma. Hogy minden legyen, megoldódik, és valami más lép a helyébe. Valami sokkal nagyobb. Sokkal több és tartósabb, mint például, amilyen egy új autó lett volna. És most jön egy hatalmas duma. Most figyelj.
amiről sokan beszélnek. És én is ilyesmit mondok, ilyesmit érzékelek, és többször beszéltük már ilyen előadáson és csoporttalálkozón is, meg mindig, amikor megkérdezik, volt már most egy ilyen YouTube videó, stb. Figyelj ide! Egyébként itt nyitottam ki, amikor ma kinyitottam, csak most visszahaladtam, mert visszablokkoztam. Ez hatalmas. A jövő az, ami a jelent létrehozza. Azt hihetnéd, hogy a múlt az, ami mozgat. Olyan volt, azért voltam, olyan ember voltam, ezért lettem ez. Olyan, ezt akartam, ezért. Ezt akartam, színész akartam lenni, színész is lettem. Ezt akartam csinálni, meg is csináltam. Ez csak, hogy ügyes vagyok. Nem vagyok ügyes. Tehát a múlt, azt hiszük, hogy a múlt mozgat. Hogy a múltat hajt előre. Attól lettél ilyen. Pedig nem. A jövő vonz magához. Ahova el kell kerülj. Miért? A sorsod húz magához. A sorsod, mert akaratlagos döntésed révén már sorsot választottál magadnak. Akaratlagos döntésed révén sorsot választottál. Ami most történik, az nem más, mint annak a kibontakozása, ami a sorsod beteljesítéséhez szükséges. Még egyszer. A jövő az, ami a jelent létrehozza. Azt hihetnéd, hogy a múlt az, ami mozgat. A múltat hajt előre, pedig nem. A jövő vonz magához. Ahova el kell kerülni. Színésznek kellett lennem, ez a sorsot választottam. És egyszer csak... én színész leszek, de hogyha rá, még nem jössz rá, akkor azt gondolod, hogy azért lettem színész, mert nekem eszembe jutott, én döntöttem el, én döntöttem jól, és meg is csináltam. Yes! Holott előre megvan, azért ismertem fel, hogy hajj oda. Mint hogyha éreznél egy ilyen sült bisztró illatát, és oda kéne menjél kaját csinálni, és oda jutsz el. Ennétek sült bisztrót? Ami most történik, az nem más, mint annak a kipontakozása, ami a sorsod beteljesítéséhez szükséges. Ezért tehát semmi értelme panaszkodnod miatta. Hiszen ezt kell tegyed, ez a dolgod. Semmi értelme panaszkodnod miatta, kivéve persze, ha ezt szeretnéd. Ne legyen bűntudatod, ha panaszkodsz. Hogyan haladható meg az ego? Meghalad. Először is nincs olyan, hogy ego. Nincs egy megfogható valami. Csak az a tendencia létezik, hogy ezek az energiák valamilyen formát öltsenek. Csak a tendencia van. Ezek az energiák meg könnyen leépíthetők. Lebontásuk kétféle módon oldható meg. Meditációval és kontemplációval. Ez az egyik. Ugye meg is mondta, hogy a kontempláció szemlélődés ugyanaz, mint a szemlélődés, mint a meditáció. Tehát meditáció, kontempláció, és ima és elkötelezettség. Meditáció, kontempláció, megfigyelés, ima és elkötelezettség. Hogyha itt eljöttünk egy ilyen elvonulásra, akkor ez van. Ha most becsukjuk a szemünket, akkor nem nyitott ki. Ha most mantra, akkor mantra van. Ha meg kell csinálni ezt a mantrákat, miért? Mert gyakorlom az elkötelezettséget egy ilyen semmiben, hogy ezt a nagyot tudjam. Azt hogy fogod tudni, ha ennyit nem tudsz? Ez egy gyerekjárt, hogy nem beszélünk meg, hogy érted, amit ahonnan kiindultunk. Meg most hányszor kell mondani a mantrát? Röhely, dedó, hülyeség. Ezen már itt van a baj? Nem tudom, egyenesen kell ülni, vagy nem egyenesen, mozdulatlanul, bárhogy, csak mozdulaton 30 percet. Elkötelezettség. És nézed, ezzel gyakorlod, hogy hogy vagy majd kinn a mindenfélében, amikor bankolsz, amikor elhagynak, amikor meghal, amikor te majdnem meghalsz, amikor rákos lesz, amikor levágják a lábad, amikor ellopják a kocsid, amikor becsapnak, amikor elárulnak. Ott hogy van egy ima, legyen meg a te akaratod és elköteleződés ennek? Ott hogy tudod, ha 30 másodpercig nem tudsz ülni?
Ez gyerekjáték itt. De ez már valami fajta spirituális gyakorlás. Tehát nem az a spirituális gyakorlás, elvonulás, hogy mindenféléket ilyen az agyunknak ilyen információkat gyűjtünk, és azt így hallogatjuk. De semmi értelme, a gyakorlásban nullánál tartasz. Válj egyé a mezővel. Tehát a mező, mi a mező? Az a mező, ami figyel, ami ez az egész, ami a megfigyelő, azzal válj egyé. Amikor elsősorban ezt a mezőt, a megfigyelőt tudatosítod, figyeld meg, hogy ez a rögeszmés, kényszeres éned, a személy, még mindig őrületbe kergete. Ez a személyiség, ez az ego, akik vagyunk, az ember, minden apró részletet tudni akar. Nem tudom, hogy ez itt ismerős-e valakinek itt, ahogy indult ez a tábor. Ami egyébként teljesen lényegtelen. Az ebédünk ma lesz, vagy nem lesz? Az ebéd 1,32 dollárba kerül, vagy 1,37 dollárba kerül? Írja, nem tudom. Kit érdekel? Nem ez a lényeg. Minden, biztos. Az énnek, az én érzetnek a teljességre nyílik rálátása. Abban a végtelen térben létezel, amelyben minden történik. Úgy is mondhatjuk, ha a központi látás helyett, hogy valamit nézel is benne, hogy a perifériás látásra összpontosítasz, hogy mindent észlelj. Kitágítod, te mindent észlelj. Akkor a helyzet egészének vagyunk a tudatába. Mindannak a teljessége, ami itt van. Annak az energiája, hogy mi itt vagyunk. Hogy ami itt elhangzik, az milyen hatást fejt ki, önmagáért beszél. Az energia egészéről, az itt levők összességéről, az ő kollektív hajtóerejükről van szó. Ha a perifériás látás világában mozogsz, akkor a figyelmed mindig a helyzet teljes egészére fordul. Magyar amit én mondjuk úgy hívok, hogy legyen rálátásod. Gyere, nézd rá, mi a helyzet, lásd a dolgokban, ne csak így benne vagy. Én mindig a mezőre figyelek. Ezt te is megteheted a meditáció közben, amikor folyamatosan magára, a tudatra figyelsz. Ha ezzel ellentétes, az ezzel ellentétes út az, ha a tartalomra koncentrálsz. Van a meditációnak, vagy kontemplációnak egy másik módja is, amely során válogatás nélkül és a lehető legnagyobb mértékben éppen a felbukkanó közvetlen jelenre fókuszálsz. Ami éppen van. Ami éppen van. Fókuszálsz, ez nagyon lehető legnagyobb mértékben. Éppen a közvetlen felbukkanó jelenre fókuszálsz. Állandóan és intenzíven a tűhegyére összpontosítasz. Mit mondott Patanjali? Az egyhegyűség, az egyhegyű tudat. Ez ugyanaz. A kiélesített, mostra fókuszáló figyelem állapotában maradunk. Jelen vagy? Figyelsz? Látod, hogy megvakarja? Mit látsz? Ne az agyadban legyél, mit látsz? Hallod? Láss, haj. Állandóan azt koncentrálod, hogy jelenben legyél. A központi vagy perifériás látás esetén a retina is valahogy így működik. Vagy a makulára, vagy a mezőre fókuszál. Az elkötelezett, tehát elkötelezettség, ugye? Az elkötelezett non-dualitás, tehát hogy nincs dualitás, jó vagy rossz, az elkötelezett non-dualitás azt jelenti, hogy Isten iránti szereteted elégséges ahhoz, hogy hajlandó légy feladni mindent, ami Isten jelenlétének felismerése útjában áll. Amelyről a végén kiderül, hogy az nem valaki más Isten, hanem az én.
azt hitted, hogy Istent valami odakinti dolog lesz, és majd csak később kell vele foglalkozni. Pedig a létünk forrása az, létünk forrása, a létünk forrása, tehát maga ő, maga én, a létünk forrása az, amely ráébred, tehát ő maga ráébred, a szubjektivitás, szubjektív abszolút valóságára, tehát hogy a szubjektív az abszolút. Magyarul a szubjektív az az, hogy én, te, ő, hogy van egy abszolút valósága a szubjektívnak, tehát ez a forrás, ami mindenben benne van, rájön a szubjektív valóságra, hogy ő maga az én. Azáltal jön rá, hogy a veled, mint emberrel való azonosulásból fölébred. Ami figyelt, az az én. Az már nem te vagy, mint Attila. Ebben a pillanatban az elméd 99%-a csendes. Azért nem veszed észre, mert mindig a figyelmed arra az 1%-ra irányul, amely zajos. Olyan, mintha egy hatalmas 400 000 férőhelyes amfiteátrum. Az éjszaka közepén senki sincs ott, az egyik sarkában van egy kicsi rádió. És te arra figyelsz. Az egész amfiteátrum üres. Egyik székben sem ül senki. Mégis azt hiszed, hogy itt zajlanak az események. Arra az aprócska dologra fókuszálsz, mely pillanatnyilag lefoglalja a figyelmedet. Mivel a figyelmed erre irányul, azt hiszed, hogy ez az elme. Mit mondunk mi is? Hogy az elme tartalmat figyeld. Pedig nem ez a dolog az elméd. Az elme nem más, mint a teljes csend. Ha az elmédben nem lenne csend, nem tudnád, mire gondolsz. Ha az erdőben nem lenne csend, nem hallanál meg semmiféle hangot. Hogyan is hallhatnád meg másképp a madárdalt? A madárdal csak is a csend háttere miatt lesz valami. A mögött, attól lesz valami. Amit tegnap beszéltünk, a sötétség, az a fény értelmében sötétség. A fény akkor nyer értelmet, ha van sötét. Ha minden csak hang és zaj, akkor nem hallod a hangot és zaj, mert az van, a van. Nincs, amihez képest van hang és zaj. A hang és zaj tulajdonképpen a fül számára valami rezgés. De ha nincs a semmi, akkor nem. Op, rezgés! Csak is az elme természetszerű, csendes háttere miatt lehetsz a tanúja annak, amit az elme gondol. Amikor ezt felismered, már nem az énnek nevezed, hanem annak. Nem azt mondod, hogy az én elmém gondol valamit, hanem ez az elmében följött egy gondolat. Ez az elme gondol valamire. Ugyanez a felismerés születik meg a testtel kapcsolatban. Amikor felhagysz a testtel való azonosulással, akkor látod, hogy csinálja, amit csinál. Ezt mondtam, hogy vedd észre, hogy mit csinál. Neked semmi között hozzá. Amit csinál a tested. Ő csinálja, amit csinál. Soha nem is volt között hozzá. Tehát most például előrehajoltam, tehát én nem akartam, és most előrehajolok. Tehát működik. Ott azt játszottam az ebédnél, hogy teljesen csak figyelek, és én vagyok az a tér, és figyelem, hogy mi történik. És egyszer csak éreztem, hogy bármi mondjuk vagyok, hogy egyszer csak nyúltam valamiért, vagy akár most. De ezt és lehet észre, hogy a test mozdul, működik valami, működik ez a tér. A test nem te vagy, nem volt között hozzá soha. A akkor minek a részét képezi a test is? A természet részét képezi. Ezért mondtam azt délelőtt, hogy ugyanolyan, mint a folyó, mint a tenger, ugyanúgy annak vagy a részed. Nem az, hogy minden van, te meg így külön bármit csinálsz. Ebből vagy egy. Az egész egy vagy. Csak a te lényeged az, ami ezt az egészet észreveszi. A test, hogy mit csinál, meg merre megy, meg hova megy, meg mit mond, az a karmikus utad, az a sorsod. Te vagy az, aki ezt megéli, de a te az nem ez, hanem aki észreveszi.
és ennek az embernek a tapasztalása megtapasztalja, milyen ennek az embernek lenni, és egy ilyen életet megélni. A testet, hogy mit mozog, hogy a természet részét képezi, karmikus erők mozgatják, mint minden mást. Csupán azt csinálja, amit csinálnia kell. Elmegy, amikor el kell mennie. Meghal, amikor el kell mennie. Ugyanolyan szórakoztató lesz ez számodra, mint bárki más, vagy bármi más, ha újdonságként tekintesz rá. Milyen úton juthatunk ehhez a felismeréshez? Amint felbukkannak a dolgok, már megvan bennünk a hajlandóság. Amint felbukkannak a dolgok, megvan bennünk a hajlandóság, hogy Istenre bízzuk őket. Ő tudja. Az lesz, amit lesz. Engedem, ami történik. Mindent készek vagyunk Istenre bízni. Magyarul legyen meg a te akarod, ahogy kell. Rögtön, amikor megjelennek, amikor zenét hallasz, a hang előbb felcsendül, ugye, aztán elhal. Amikor a zenei hangot meghallod, már felerősödött, de nyomban el is halkul. Az önátadás, tehát nem más, mint hogy hajlandóak vagyunk lemondani minden álláspontról, ami felmerül, semmit nem címkézünk, semmit nevezek el, nem alakítok róla egy véleményt, csak engedem minden, hogy történjen. Mindenről hajlandó vagyok lemondani, ami megjelenik. Nem én csinálom, csak figyelem az egészet. Mi az, hogy lemondani? Hogy nem én csinálom, én vagyok a szerző, csak figyelem, én figyelem. És észre fogod venni, hogy működik minden, én csak figyelem. Így akár, ez érdekes, az is lehetővé válik, hogy egy orvos, hogy érzéstelenítés nélkül vészeljünk át egy műtétet. Abban a pillanatban, amikor fájdalomnak nevezed el, abban a pillanatban, amikor azt mondod, hogy levágod a hüvelykujjamat, abban a pillanatban, amikor ellenállsz a fájdalomnak, a fájdalom gyötrelmessé válik. Abban a pillanatban, amikor az álláspontodról lemondasz, de fókuszált maradsz, fókuszált, majd nagyon a jelenben, és nem állsz ellen, bármilyen betegséget megszüntethetsz, amint az megjelenik. Ha elesel és úgy érzed, hogy kificamodott a bokád, ne nevezzed fájdalomnak, ne nevezd bokaficamnak, csak nézd, érzékeld, ne állj ellent a megjelenő érzéseknek, ne nevezd meg őket. Nem fájdalmat észlelsz. Senki nem tapasztal fájdalmat. A fájdalom egy címke. Nem tapasztalsz cukorbetegséget, nem tapasztalhatsz tüdőgyulladást, semmi ilyesmit nem tapasztalhatsz. Ezek szavak, címkék. Lehet, hogy köhögsz, de nem köhögést tapasztalsz, hanem azt tapasztalod, hogy érzést. Van ilyen folyékony, tehát tapasztald, nézd, ami történik. Ez is a köhögés, az is csak egy szó, az a köhögés, az egy szó. Értesz rajta valamit, de az egy szó. Érzékelsz valamit, ugye? És ne állj ellen az érzésnek. Teljes egészében bízd Istenre, történik magától, légy hajlandó mindent Istenre bízni, amikor megjelenik. Amint az érzés megjelenik, kész vagy rögtön átengedni Istennek, így jutsz a valóság jelenlétének örök állapotába, amely létünk forrása. Az ego hajlamos ok-okozatban, fogalmaiban gondolkodni. Célok, megvalósítások, valahova jutás, valami jobbá válásra gondol. Az egónak fogalma sincs arról, hogy van egy alapvető vonzerő, ami viszi. Nem, ez nem hajtóerőről szól, hogy neked kaparnod kell. Olyan, mintha valaképpen megsejtenéd, látod a biztos hasonlatot? Megsejtenéd a sorsodat, hogy merre kell menni, és egyszer csak azon kapod magad, hogy feléje vonzódsz, itt már csinálod is. És az érdekel. Ilyen módon tehát nem a múlt tacít előre, hanem inkább a jövő vonz magához. A megengedés folyamata ismeretlen a mi kultúránkban. A mi kultúránk kimondottan a yangban gondolkodik. A yang a férfias. Csinálom, teszem. Próbálkozz keményen. Hajtsd magad még jobban. Gyerünk! Isten jelenlétének tudatosítása, amit mi csinálunk itt, az valójában egy hangsúlyosan yin típusú magatartás. Beszéd elvonása, csend, yin. Figyelj, yin. Passzivitás, yin. Átengedés, yin. Női.
A yang egyfajta törekvés, megszerzés, keménye próbálkozás és nagyon okozati jellegű. A spirituális tudatosság feltárulásszerűen következik be. Olyan, mint amikor hátra lépsz, kitárod a karjaidat, és azt mondod, hogy átadom magam neked, Uram, a gondolataimat, a véleményemet, az érzéseimet, Istenhez fordulsz, és ezzel a rendkívüli yin megengedő jellegű belső hozzáállással megengeded Istennek, hogy megnyilatkozzon rajtad keresztül azzal, aminek kell legyél. A fohász alatt azt értjük, hogy életünket Istenre bízzuk. Ima alatt pedig odaadást értünk. Odaadás olyan cselekedet, mint az Istenhez való könyörgés, amelyben azt kérjük, vezessen minket. Az évszázadok során rengeteg tudás halmozódott fel arról, hogy miként segíthető elező ez a képesség, hogy Isten jelenlétét megéljük. És persze a tudás belső útja is adott. A spirituális munka, lásd egy elvonáson, abban áll, hogy megpróbálunk az észlelésen felülemelkedni, és a dolgok lényegét megtapasztalni. Mindössze annyit történik, mindössze annyit kell tenned, hogy átadod magad az érzelemnek, az érzelem energiájának. Megvolt, és meg tudod engedni, csak van. Tolle ezt mondja a fájdalom testről. Nem állsz ellen neki, bármi jelenik meg, hanem hagyod, hogy magától feloldódjon. Ne feledd, hogy a kollektív tudattalan bölcsességével is rendelkezel. Ha te nem emlékszel is arra, hogy hogyan kell valamit megoldanod, a kollektív tudattalan emlékszik rá, mert az emberiség már számtalan veszélyhelyzetet élt már át. Nincs más eszközre szükséged, mint az emberiség kollektív tudatosságára és tudatára. Átadod magad emberi mi voltodnak, amelyet oly gyakran meg is teszünk, amikor Istenhez fogászkodunk. Legyen meg a te akaratod. Vezess. Mindössze ennyit teszünk, és hirtelen megkapjuk a tudást. Elfogadjuk az emberiség kollektív tudatában rejlő bölcsességet, amely hosszú évezredek alatt már minden elképzelhető válsághelyzet megoldását megtanulta. Ne állj ellen semmilyen érzésnek, inkább mondd azt, hát persze, hogy ideges leszel, hát persze, hogy aggódni fogsz, hát persze, hogy fel fogod tenni magadban a kérdés, hogy jó, most mit évők legyünk, hát persze, hogy pánikba fogsz esni. Engedd meg magadnak ezeket az érzéseket. Ezek teljesen természetes reakciók. Emberi mi voltunk velejárói. Nem kell ráagadnod a címkét, hogy én reakcióm, én. Nem kell. Emberi reakció. Az átlagember átéli a kétségbeesés, a pánik, a félelem időszakát, majd elkezd tervezni, gondolatban meghányja, veti, milyen lépéseket fog tenni a túlélés érdekében, ha mondjuk elvesztette a munkahelyét. Más esetben az történik, hogy valamely fázis elhúzódik. Az ember megreked a gyászban, megreked a félelemben, megreked a haragban. A megrekedés nem az aggodalom, a félelem vagy a düh következménye. A gond maga az elakadás, hogy miért nem vagy hajlandó megengedni az érzést és tovább lépni. Amikor egy páciensemről van szó, azt szoktam kérdezni, mit nyer ön, miért csinálja? Miért fogja ezt az állandó neheztelést? A páciens általában az, hogy elhagyta a felesége, kirúgta a főnöke, vagy valami hasonlót, de a lényeg, hogy ebből táplálkozik. Azt akarom, hogy rájöjjön, ki használja ezt az esetet. Azt szoktam mondani, ez már jó pár éve történt, ideje túltennie magát. Ebből táplálkozik, mert hasznot húz belőle, és akkor kezd rájönni, hogy ő, tényleg ő maga tartja fenn ezt a haragot. A mai társadalom egyenesen verseng az áldozat szerepért. Szinte nevetséges, mennyire várják az emberek, hogy szinte felrohanjanak egy jelképes színpadra, és elmondják, hogy ők miért áldozatok, nekik miért rossz. Szinte versengenek, hogy ki az, aki több sérelem élt, melyik társadalmi pozíció
melyik legtöbbet sérelmet elszenvedett? Nem. Mi a nők, a férfiak? Nem. Melyik az a faj? Zsidók? Melyik az a rassz? Ki a pénz? Ki a pénz? A társadalmi pozíció, a politika áldozata. Ki? Én, mi? Mindenki igyekszik elnyerni a legtöbb sérelmet elszenvedett. Mi? És most már elég. Olyan, mint egy morális verseny, hogy kit bántottak a legtöbbek, az idősebbek, ott a fiatalokat, a republikánusokat, a demokratákat. Ki nyeri el a sérelmek legnagyobb szeletét? Szinte komikus, amikor meglátod a helyzetet. Mindenki imád a tévében szerepelni, hogy így vagy úgy, elmondhassa, milyen igazságtalanság érte, hogy fog küzdeni. Mindenből kinyerni a legtöbbet, amit lehet. Na ez a kollektív ego és narcizmus. És ugye azt mondjuk, mi már mondjuk, hogy ki a narcisztikus. Mindig csak mi nem. Maga az ego, ez egész az. Amikor végül megérted, hogy miről is szól az egész, amikor az ebből táplálkozó narcisztikusságot szempontjából tekintesz rá, akkor csak sajnálni tudod azokat őszintén, akik itt ebbe elakadtak. Mert valamit nem vesznek észre. Mert az más, ha egy átmeneti válságos időszakban valami vagy, jönnek érzetek, és a bánatból táplálkozunk, vagy dübölt, de aztán eljön az ideje, hogy megvan, túltesszük magunkat, elengedjük. A célunk az, hogy segítsük az embereknek túllépni a válságon, hogy folyjon az élet rajtuk keresztül. A fájdalmat például nem lehet a fájdalom szintjén megoldani. Ha megnézed a tudatszinteket, megérted, hogy körülbelül hol tartasz, akkor feljebb lépsz a fájdalom, neheztelés szintjéről, feljebb tudsz lépni az elfogadás. Én ezt nem fogadom, akkor lemaradsz. Ha az, jó, jó, mit, de mit kell elfogadni? Hogy ez tört, legyen meg a te akarod, ez történt. És hogy fáj. Az egész, ami van, az azt is érzem, hogy fáj, meg, az, meg ezt gondolom, ennek az egésznek az elfogadása. Mert már van. Csak az elfogad, nem az, hogy egyetértek, ez van. Nem ellene küzdés. Akkor fellépsz a elfogadás szintjére. Többé nem tekinted személyesnek a sérelmet. Nem rólad szól. Ilyen az élet. Ilyen az emberi élet. Ilyen az élet most ebben az országban, vagy a földrészen. A munkanélküliség rátájának semmi köze hozzád személy szerint. Ezek nem személyhez köthető jelenségek. Ajatt magadra vennéd, megtanulod valamiképpen általánosítani a dolgokat, elfogadod, megengedésben vagy, és ezáltal már fellépsz egy következő tudatszintre, ami a remény. Ha elveszíted a munkahelyedet, a kétségbeesés, a harag, a neheztelés vagy a búslakozás helyett a semlegességet választod. Megtörtént, rendben. És úgy gondolzol, ha gondolkozol, hát ezt a munkahelyet elveszítettem, rendben. Na és? Ha megnézed az álláshirdetések listáját, rengeteg a munkahely. Ha végigmész az utcán, rengeteg a munkahely. Abban a városban, ahol én lakom, ha bevásárló utcák, bármelyikén végigmész, a kirakatok tele vannak, munkaerőt veszünk fel. Nagy munkanélküliség válság kellős közepén gyakorlatilag a boltok fele munkaerőt keres. Mindenkinek szüksége van valamilyen segítségre. Lehet, hogy sokan nem akarnak olyan programmal, annyi pénzért, vagy olyan körülmények között dolgozni, de ha mindezektől eltekintesz, nem rossz dolog végigmenni egy olyan utcán, és jól kereső állást találni, mondjuk ablakmosóként. Rájössz, hogy valójában nem a fizetés mértékéről van szó, hanem arról nem akarsz lealacsonyodni ablakmosás szintjére. Azt akarod csinálni, amihez kedved van. Zongorázni, táncolni, gyönyörű képeket festeni, de természetesen kizárólag úgy, hogy közben meggazdagodj. Ehelyett tovább léphetsz a remény szintjére, miszerint ez egy, nézzük, ezt adja az élet, ez egy új, izgalmas kaland. Még nem tudod, milyen kaland, de hív a sorsod, és még nem tudod, milyen munkalehetőséget fog adódni. Új barátságok szövődnek, új kapcsolatok, lesznek köztük viccesek, rémesek is, mert ilyen az emberi élet. Tudod, hogy ez így van, és azt is, hogy ez csak egy újabb kaland. Pont. Ima válság esetén, kérlek, légy velem, mutasd meg, miként bízzam rád magam, miként oldjam meg ezt a helyzetemet. És menj. Segíts a mostban élni.
Jöjjön a új föld. Nyisd föl. When another recognizes you, that recognition draws the dimension of being more fully into this world through both of you. That is the love that redeems the world. I have been speaking of this with specific reference to the relationship with your child, but it equally applies, of course, to all relationships. It has been said God is love, but that is not absolutely correct. God is the one life in and beyond the countless forms of life. Love implies duality, lover and beloved, subject and object. So love is the recognition of oneness in the world of duality. This is the birth of God into the world of form. Love makes the world less worldly, less dense, more transparent to the divine dimension, the light of consciousness itself. Giving up role-playing. To do whatever is required of you in any situation without it becoming a role that you identify with is an essential lesson in the art of living that each one of us is here to learn. You become most powerful in whatever you do if the action is performed for its own sake rather than as a means to protect, enhance, or conform to your role identity. Every role is a fictitious sense of self, and through it, everything becomes paralyzed and thus corrupted and distorted by the mind-made little me and whatever role it happens to be playing. Most of the people who are in positions of power in this world, such as politicians, TV personalities, business, as well as religious leaders, are completely identified with their role, with a few notable exceptions. They may be considered VIPs, but they are no more than unconscious players in the egoic game, a game that looks so important, yes, it's ultimately devoid of true purpose. It is, in the words of Shakespeare, a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Amazingly, Shakespeare arrived to this conclusion without having the benefit of television. If the egoic earth drama has any purpose at all, it is an indirect one. It creates more and more suffering on the planet, and suffering, although largely ego-created, is in the end also ego-destructive. It is the fire in which the ego burns itself up. In a world of role-playing personalities, those few people who don't project a mind-made image, and there are some even on TV, in the media and the business world, but function from a deeper core of their being, those who do not attempt to appear more than they are, but are simply themselves, stand out as remarkable and are the only ones who truly make a difference in this world. They are the bringers of the new consciousness. Whatever they do becomes empowered because it is in alignment with the purpose of the whole. Their influence, however, goes far beyond what they do, far beyond their function. Their mere presence, simple, natural, unassuming, has a transformational effect on whoever they come into contact with. When you don't play roles, it means there is no self, no ego in what you do. There is no secondary agenda, protection or strengthening of yourself. As a result, your actions have far greater power. You are totally focused on the situation. You become one with it. You don't try to be anybody in particular. You are most powerful, most effective when you are completely yourself. Okay. Tollen nagyon nagy. Nagyon egyszerű, nagyon tiszta és nagyon, tehát nincs több. Nagyon, nagyon, nagyon jó jön belőle. Attila. Amelyik
mely nyílást választja, az pontosan meghatározza, hogy a létezés melyik szférájában fogunk újra születni. Ha a fejtetőn a kutacson át távozik, akkor, mint mondják, tiszta világban születünk újra, ahonnan fokozatosan elérhetjük a megvilágosodást. Ismét hangsúlyozom, ezt a gyakorlatot csak tapasztalt mester felügyeletével szabad végezni, akiben megvan az átadás képessége. Hova? Hova. Sikeres teljesítése nem kíván nagyfokú intellektuális tudást vagy felismerés mélységeit, csupán odaadást, együttérzést, összpontosított megjelenítést, és amit hába Buddha jelenlétének mély átérzését. A tanítvány megkapja az iránymutatást, azután addig végzi a gyakorlatot, amíg a kívánt eredményt el nem éri. Ennek jelei a következők. Csípős fájdalom a fej tetején, fejfájások, tiszta folyadék megjelenése a kutas területe körül. Akár izzadság formájában, akár megpulloz a rész, vagy akár egy kis lyuk is kinyílhat, amelybe a hagyományok szerint egy fűszálat szokás bevezetni, hogy megvizsgálják, mennyire volt sikeres a gyakorlat. Nemrégiben egy csoport idősebb világi tibeti telepedett le Svájcban, és egy jó nevű Pova mester irányításával végeztek gyakorlatokat. Svájcban felnőtt gyermekeinek kétségeik voltak a gyakorlat eredményességeit illetően. Azután meglepődve tapasztalták, hogy szüleik mekkora változáson estek át, hogy már 10 napos Pova gyakorlat eredményeképpen miképp jelentek meg a sikeresség fent leírt jelei. Dr. Hiroshi Motoyama, japán tudós vizsgálta a Pova gyakorlat pszichofiziológiai hatásait. Az idegi, az anyagcserebeli és az akupunktúrás pontokon történő fiziológiai változásokat. Úgy találta, hogy az általa vizsgált Pova mester testének a pontjain átfolyó energiarendszer nagyon hasonló volt azokéhoz, akik erős telepatikus képességekkel rendelkeznek. EEG mérései azt mutatták, hogy a Pova gyakorlat alatt az agyhullámok nagyon különböznek attól, amit a jóginoknál más meditációs gyakorlatok során mértek. Azt tapasztalták, hogy a Pova az agy egy részét a hipotalámus stimulálja, és ugyanakkor megállítja a központi tudati cselekvést, hogy a meditáció mély tudatállapota létrejöjjön. Néha megtörténik, hogy a Pova áldásának segítségével hétköznapi emberek is erős látomásokban részesülnek. Bepillantásuk a Buddha szféra fényességébe és békéjébe. Amitább a látomásaik bizonyos vonatkozásban emlékeztetnek a halál közeli állapot tapasztalataihoz. Épp úgy, mint a halál közeli állapotban a Povában való siker és bizalmat és félelem nélküliséget eredményez abban a pillanatban, amikor szembe kerülünk. Az előző fejezetben bemutatott lényegi Pova gyakorlat nem csak a halál pillanatában gyakorolható, hanem gyógyító hatást fejt ki az élőkre is, és bármikor minden veszély nélkül végezhető. Azonban a hagyományos Pova gyakorlat idézésének igen nagy jelentősége van. Azt mondják, ha valakinek sikerül a tudatát átvinni természetes halála bekövetkezése előtt, akkor az egyenlő az öngyilkossággal. A Povát abban a pillanatban kell végezni, amikor a külső lélegzés megszűnt, de a belső lélegzés még folytatódik. Sőt, talán még biztonságosabb a felbomlás folyamat alatt elkezdeni, amit következő fejezetben mutatok be, és azután többször megismételni a gyakorlatot. Tehát olyan tudatossággal rendelkezni, amikor már meghalsz, figyeled, hogy jó, most meghaltam, várj, már nem lélegzem, de még a felbomlás most indul meg, na most csinálom a gyakorlatot. Gondold el ezt a tudatosságot, és ezt a jelenlétet, és ezt a gyakorlást, hogy tudsz ennyire koncentrált, elkötelezett, önmegadó, fegyelmezett és figyelmes lenni. Oké, köszönöm. Hello. Ott nyílt ki. Nem ott. A gondolat hatalma. Reális gondolatok, jobb megküzdések. Egy gondolat boldoggá vagy boldogtalanná tehet valakit. Egy gondolat éltetni és ölni tud. A
16 éves Mirát aggódó szülei hozták el hozzám, és maga is úgy érezte, segítségre van szükségem. Ezért motivált volt a közös munkára. A szép fiatal lány így beszélt a problémájáról. A kiskori képeimen nagyon cuki vagyok, és sokszor azt kívánom, legalább aranyos lennék, mert most már nemhogy szép, csinos sem vagyok. Akármit veszek fel, nem érzem jól magam. Nagyon gáz a külsőm. Ha körülnézek, minden lány szebb nálam, de legalább rendben vannak. Kezdetben az volt, ha egy fiú rám nézett, legszívesebben elbújtam volna a föld alá. Annyira szégyeltem magam. Azt képzeltem, biztosan arra gondol, anyám, ez a csaj egy rémség. Sovány, mint a piszkafa. És mekkora patái vannak, ilyenek. Most viszont már bárki rám néz, ilyen gondolataim vannak. A múltkor leszálláshoz készülöttem a buszon, amikor elejtettem a lakáskulcsomat. Nem mertem felvenni, meg sem mertem mozdulni, mert az járt a fejemben, hogy a többi utas engem néz, és magukba azon röhögnek, milyen béna ez a kis csaj. Nem elég, hogy ronda, még szerencsétlen is. Fennmaradtam a buszon, s elmentem a végállomásig. A Mira otthonától 50 kilométerre lévő megyeszékhelyig. Megvártam, még mindenki leszáll, és csak akkor mertem felvenni a kulcsom. Közben végig szörnyen dobogott a szívem. Azt hittem, elájulok. Lehet, hogy pánikbeteg vagyok? Szinte hihetetlen, hogy fejünkbe naponta 10 000-nél is több gondolat születik. Kimondott szavaink száma sokkal kevesebb, mint megfogalmazódó gondolatainké. Gondolataink szinte folyamatosan áramlanak a fejünkbe. Felelősödnek vagy elhalkulnak, és tévhittel ellentétben tudatosan, pusztán, akaraterőnkkel nem könnyű változtatni rajtuk. Egyszerűen nem tudunk úgy dönteni, hogy erre vagy arra a dologra ne gondolunk, nem gondolunk, és vannak olyan gondolataink... Hiszen nem te gondolsz erre vagy arra, hanem történik veled, és inkább megőrjét. Egyszerűen nem tudunk dönteni, hogy erre vagy arra a dologra nem gondolunk, és vannak olyan gondolataink, amelyeket akármennyire is szeretnénk, tudatosan nem vagyunk képesek kiűzni, kizárni vagy kitörölni az agyunkból. Ha megfigyeljük ismétlődő gondolatainkat, akkor láthatjuk, hogy ezek akaratunktól függetlenül automatikusan keletkeznek, mégis jelentősen meghatározzák, hogy érezzük magunkat, sőt, irányítják érzelmeinket, testi érzéseinket és viselkedésünket. Ha valami undorító, visszataszító dologra gondolunk, borzongunk, arcunk egy pillanatra grimaszba rándul. Mint az előző fejezetben bemutattam, kellemes múltbéli események felidézése a jelenben is kiváltja az elégedettség, biztonság vagy öröm érzését. S elég, ha csak elképzelünk egy jövőben várható történést, gondolataink nyomán azonnal megjelennek a testi érzetek és az érzelmek is. Ha izgatottan várjuk gyermekünk esküvőjét, és elképzeljük, amint az oltárhoz lép, átjár minket a büszkeség és az öröm érzése. Ha arra gondolunk, hogy szerelmünk elhagy minket, fájdalom hasít belénk, még akkor is, ha józan eszünkkel tudjuk, hogy a párunk szeret, és ez képtelen irreális gondolat. Ha az elengedés, akkor nézzünk elengedést. Béke. A békében nincsenek többi ellentmondások. Ez a szint teljes mértékben mentes a negativitástól. Maga a mindent magában foglaló szeretetteljesség, amit derű, békesség, időtlenség, beteljesülés, megvalósulás, nyugalom és megelégedettség formájában tapasztalunk meg. Csendes belső fény, azonosságérzet, egység és korlátlan szabadság jellemzi. A béke megzavarhatatlan, a tetteink pedig spontának, megerőltetés nélküliek és harmonikusak.
hiszen a szeretet vezérli őket. A világegyetem észlelése és a hozzáfűződő viszonyunk megváltozik. A valódi én érvényesül, mivel a személyes én annak összes érzésével, hiedelmével, azonosságával és aggodalmával együtt meghaladtuk. Minden kereső ennek a színnek az elérésére törekszik, legyen szó vallásos személyről, humanista gondolkodóról, vagy akár egyszerűen egy olyan emberről, aki bármilyen spirituális vagy filozófiai meggyőződés nélkül él. A béke átalakító hatása. A mélységes béke pillanatait mindannyian megtapasztaltuk már, midőn úgy tűnt, hogy az idő és vele a világ hirtelen megáll. Itt van ez, amit emlékszel, hogy kérdeztem, hogy volt-e ilyened, hogy egyszer csak megáll és kitárult az idő. Egy másodperc. Volt-e ilyen érzésed a mai napon, vagy a tegnapon, hogy semmi más, semmi Isten, csak egy ilyen teljes, álló béke? Kinek volt ilyen érzése? Szó. És mi kapcsolatba kerülünk a végtelennel. Az elmúlt években számos könyv jelent meg halálközeli élményekről. Ez az élmény olyan emberekkel történt meg különféle körülmények között, akik a halálukat követően visszatértek a testükbe. Jellemző, hogy a tapasztalat után életük gyökeresen megváltozott, és ők maguk sosem feledik azt. A világlátásuk, a világ jelentősége és az abban betöltött személyes szerepük is teljesen új irányt vett. A Kék Hold Völgye című filmben a főhős hiába tér vissza a világba, a Shangri-Lába tett látogatása után már teljesen másképp látja azt. Mindennél jobban vágyik Shangri-Lába a béke állapotának birodalmába. Amint megjelenik bennünk a béke, többé nem vagyunk a világ áldozatai, és a hatása alatt sem állunk úgy, mint egykor. Aki elment innen ebből a világból és visszajött, és átélte ezt ilyen halálon túli élményt, mindenki azt mondja, hogy amikor kiderült, hogy vissza kell jönni, vagy nem tudom, nem az volt, hogy jaj, de jó, mert halál borzasztó, és jaj, de jó, jöhetek vissza, hanem mindenki elszomorodott, jaj, ne, megint össze kell, vissza kell szűkülje be az emberben, megint emberként kell élj, megint azt kell megtapasztalni, megint be vagy szűkülve, és megint itt kell így csinálni ezt az életet. Tehát ott egy hatalmas tér és fény és csodáról számolnak be, és szeretetélményről, és teljességről, és ahhoz képest ez nem az. Mi meg itt félünk, ugye, hogyha valaki meghal, az borzalom, sorscsapás, és félünk elmenni. Holott mindenki, aki valamire ott emlékszik, mert valaki nem emlékszik semmi, és feketeség van, ez is tudatszinthez köthető, ahogy például a Rinpoche elmondja. Aki tapasztal valamit, az 80-90% ilyesmit tapasztal, mert olyan béke és csoda van ott abban a térben. Amint megjelenik bennünk a béke, többé nem vagyunk a világ áldozatai, és a hatás alatt sem állunk úgy, mint egykor, mivel megpillantottuk a világ és önnön valónk igazságát. Kitartó önátadással egyre gyakrabban kezdjük átélni a béke ezen állapotait, amelyek időnként egészen elmélyülnek és egyre tovább tartanak. Amint a felhőket eltávolítottuk, felragyog a nap, és felfedezzük, hogy mindvégig a béke volt a valóság. Az önáltadás az a mechanizmus, amely felfedi létezésünk igaz természetét. Ha valaki a béke ezen állapotában van, akkor a kineziológiai teszke erős lesz, és semmi nem gyengíti el őt, legyen az mentális, érzelmi vagy fizikai hatás. Felhagyunk azzal, hogy a testet saját énünkkel azonosítsuk. Az, hogy a vajon a fizikai betegségek meggyógyulnak-e, vagy sem, már teljességgel lényegtelen, mivel értelmét veszti a fizikai lét felett érzett aggódás. Itt értelmét veszti a fizikai lét felett érzett aggódás. Mindegy, hogy... Tehát ez az a szint, az a teljesség, hogy azt mondja, hogy most meggyógyulsz-e vagy nem, mindegy. Kérsz barát vagy nem, mindegy. Jó. Akkor meghalsz. Jó. Elfogadás. Komoly szint. Ezért van az, hogy például Brazíliában
ahol voltunk, volt egy olyan ember, aki azt mondja, hogy először volt ott, akkor még normál lábon ment, most meg már nem tudom, 34-szer van, most már tolókszékben van, és ide jár. Mondom, hát nem gyógyított meg ez a hely. Ja, a fizikai testem nem, tehát olyan karmikus dolgok, nem, de sokkal jobban vagyok. Tehát pont elkezdett oda járni, tolószékbe kényszerült, közben is csodálatosan van, és jár vissza. Lehet, ezt most már segítem, lehet, hogy azért irányítódott oda, hogy ezt, hogy azt a folyamatot, hogy úgyis karmikus oda megy, derűvel tudja és elfogadással végezni, hiszen ez egy ébredettség és egy ráeszmélés. Ehhez kell valami, mert különben, ha nem tartanánk ott tudatszintben, akkor ebbe bele törünk. Köszönöm. Rendben, nézek egy időt, hagyd nézem, még nem mondom meg. Köszönöm. Tökéletes.